Horvátországban a 20. Kutina Open nevű versenyen szerepeltek a szegedi Komba DSC kickboxosai. Tóth Gábor tanítványainak szó szerint meg kellett verekedni az érmekért. Mindig tudtuk, hogy a délvidéken, a szlávoknál ott egy kemény, erős versenyre számíthatunk, de most kifejezetten hangsúlyos lett az erő, és kifejezetten hangsúlyos lett az, hogy a másikat próbálják fizikálisan összetörni, megverni, úgyhogy nagyon nagy szükségünk volt a fizikai erőnkre. Összesen 5 arany, 6 ezüst és 4 bronzérem jutott a szegedi kickboxosoknak. Szabó Dániel termése 2 második és 1 harmadik hely volt, és nem igazán zavarta a keménykedés. Csak egy picit, de egyébként jól éreztem magam, élveztem az egész versenyt, különösen a point fighting szabályrendszerben. Téged ez nem zavar egyébként, hogy egy kicsit keményebben is lehet küzdeni? Nem nagyon, mert erről szól ugyanis általában a kickbox, mert keményen kell csinálni. Németi Zsófinak ezüstérem light kontaktban és 2 bronzérem kick light és point fighting kategóriában jött össze. A keménykedés engedése érződött a szabályosságon. Emiatt egy kicsit szabálytalanabb is volt, de szerintem sikerült jó paszban lennem, sikerült második és ugye a harmadik helyezetet elérnem, és ennek ugye nagyon örültem. Voltak szoros meccseim, és volt, ahol ugye vesztettem is emiatt, de szerintem jó volt. A legkisebbeknek még várniuk kell a versenyszereplésre, de az ütésekkel már most sincs baj. Eddig is volt egy sport, amire jártam, csak abban nem volt annyi a verekedés, és ez nekem többen jobban tetszik. Szeretsz verekedni ezek szerint? Igen. Szoktunk ütni, megjúgni, meg ilyeneket. Nem szokott fájni, hogyha véletlenül megütnek, vagy megrúgnak? Nem. Hiába a keménykedés, a Komba DSC az eredményei alapján a 64 klubból a harmadik legeredményesebb egyesület lett Horvátországban.